ebből a kezdőből. Sós az egyetlen olyan játékos a Puskás Akadémiánál, aki nem volt minden egyes mérkőzésen kezdő eddig a szezonban. Henti lövi el messziről fölé. Na még egyszer, bő 20 méterről. Volt ez egy rossz kísérlet. Radit zárkózik fel, laposan a bepassz, ott a gólhelyzet, Vanjecsek lő, és Gróf ér egy nagyot. Varga Roland próbálja eltolni Fannyf mellette, sikerül Bőle, az a csel is jó, mert tovább a Fradi akciója egészen eddig, és pedig azt nézte a játékvezető, hogy kihez pattant a labda, a Fradi az, úgyhogy előszabály. Csivics egy picit hosszan tolja meg, de azt még eléri, Csivics íveli át a túloldalra, és még ott az érkező ember, Szerető, szöglet lesz. Heger is, hogy nyerni akarnak, de nem bunker focival. Ez pedig most nem bunker focik. Vezevics teszi be! És kirugás lesz belőle. Ezek szerint nem Botka Endre rúgta el a labdát. Újabb nagy helyzet a Puskás Akadémián. Ez egyébként eléggé lesgyanús volt Vezevicsnél. És Vanjecsek mögé tette vissza a labdát. Ez volt a nagy hiba. Futásban minden Puskás Akadémia játékos, Radics pedig egy nagyot hibázik, Piskin tolja meg, mert tovább Spirovski, gyönyörű mozdulat, aj de nagy gól! Góllal tér vissza Stefan Spirovski, aki november után először lép pályára, és megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak. Utólag pedig egy sárga lapot kap Kamen Hadzsijev a játékvezetőtől, mert azért látta Verke Balázs is, hogy történt szabálytalanság. Itt Priskin eszemben egyértelmű a szabálytalanság. Radics óriási hibázott, Spirovski pedig gyönyörű mozdulattal átemeli Hegerüst. Parádés gól az Észak-Macedón válogatott játékostól. Szegény Radics, a fiatal játékos óriási hibázott. Az nem volt jó Bőlének. Viszont aztán visszakerül a labda Priskinhez, és tovább Vargának az gólhelyzet. Varga lő, megpattan a lövésszöglet. Ide még egyszer, ezúttal Hadzsijev szórta el. Még előtte a labda. Spirovski, azt akár lehet lőni messziről is. Spirovski hasonló bokka mozdulattal, mint a gólnál. Későn léptek ki rá. Finoman pöccinti tovább, ez így rövid volt Priskinnek. Spirovski viszont egyből játékba dobja Vargát, aki most viszont nem volt lesen. És a nagy spint után eléri még a labdát a vonal előtt. Varga, jön a beadás is, ott a fejes mellé, Piskin, de célt élesztett. Nem volt les, a túloldalon, jól látom, a Nagy Zsolt volt az utolsó Puskás Akadémiai játékos, aki ott maradt. Nálá, hátrébről indult Varga. Picit Piskin megérkezett a beadás, ezért nem is lehetett pontosabb a fejes. Vezevicsivel, és az még jó volt a túloldalon Nagy Zsoltnak. Akkor mondjuk Szolnoki talán egy picit a szélebről vette észre, hogy ott jön nagy lendülettel a bal hátvéd, és akkor nem is volt talán ennyire hosszú a labda, akkor kapásból az be tudta lőni a rövidbe. Nagy, ezt most nem. Most viszont a Fradi adja el a labdát a saját tér felén, és abból lehet egy helyzet, még ott az ismétlés lehetősége. Sós előtt, óriási gól! A 40. percben kiegyenlít a Puskás Akadémia, azok után, hogy Vanjecsek rugott egy óriási luftot középen, pont így lett jó a labda Sós Bencének, aki rögtön odaszalad ünnepelni Ornyák Zsolthoz, és az edző nyakába veti magát. Csivics volt az ennyire könnyelmű fradista játékos, aztán a Vanjecsektől egy óriási luft. Sós pedig erőből bezúdítja a labdát a rövidbe. Nagy gól a túloldalon, és 1-1 tehát. Egy Sós öröme. Szerető, most gurítja vissza, Bőle, akár lőhet is, oly, de nagy lövés volt. És szöglet lesz, hozzáért még valaki. Itt van, ahogy Szerető visszateszi, Bőle felnéz, ügyesen csavart el, a kapufára rúgta rá a labdát, és az élére pattant alaponalon túlra. Ezzel pedig még mehet a Puskás Akadémia nagy, Nezevics engedi, és most kapja vissza a labdát. Nezevics, az már gólhelyzet lehet, jön ki Gróf, az 11-es. Büntetőt kap a Puskás Akadémia, mert hogy Gróf a labdát nem, ellenben Nezevics lábát elérte.
Gróf nem érti, hogy ezért hogy lehet büntetőt ítélni, de megmásítani nem fogja ezzel a játékvezető ítéletét. Egyértelmű, megtolta mellette a labdát Mezevics, ez egyébként egy remek passz volt. Mezevics jön, megtolja, a Gróf pedig elérte a karjával Mezevics lábát, ott a sípcsontját, ez egyértelmű. Megfordíthatja a mérkőzést a hazai csapat. Josip Mezevics tehát a labda mögött, és ő pedig belövi. Gróf Dávid fogott már büntetőket az OTP Bankligában az elmúlt években, de ez most nem az a 11-es volt. Mezevics góljával tehát a Puskás Akadémia 2-1-re vezet. Ebben a szezonban ez volt Mezevics második gólja, úgyhogy általában az utóbbi időben is csatárként játszik. Magabiztos ítélet végrehajtó, Gróf balra, a labda jobbra, 2-1 tehát a Puskás Akadémiának. Vannak Meissnerék középen, talán ő a legmagasabb játékos az egész mezőnyben, illetve Vanjecsek még nála is magasabb. Ott a visszafejelt labda, ott a kipattanó, és ez bent van. De szól a játékvezető sípszava, mert hogy szabad rugás lesz kifelé, szerintem legalábbis. Varga Roland kap egy sárga lapot, az egészen biztosan reklamálásért. Itt van Gróf Fér, és egyértelmű henti kezezése, itt nincs miről beszélni, valóban szabadrugásnak kellett jönnie kifelé, és Varga egészen biztosan azért kapott sárgát, mert szóvá tette, hogy ezért lapot is lehetett volna adni hentinek. Közben lebonyolította a cserét a Ferencváros, Bőle Lukács hagyta el a pályát, és az ő helyén a folytatásban Izajel. Udlik. Szolnoki. Jön a beadás, nem is rosszul, sós fejelhetett üresen. Ott lerázta magáról Lovrencsicset. Első csel jó, aztán viszi az alapvonal felé, henti át a túloldalra, ott a lekészített labdalövése, Urblik 3-1! És könnyen lehet, hogy ezzel el is dőlt a mérkőzés. A csereként beállt Urblik József góljával, most már két góllal vezet a Puskás Akadémia. És ahelyett, hogy a Fradi egyenlítene, mert hogy nyilván ez volt a terve Szergej Rebrovnak, ezért küldött be olyan játékosokat, mint Izel vagy Boli, ehhez képest a Puskás Akadémia szerez újabb gólt. Henti, ahogy megcsinálta két ember mellett a cseleket, az volt a kulcs, meg az, hogy itt a Fradi védői nem tudtak felszabadítani. Varga rosszul talált el a labdát, Spirovski pedig mire odaért volna, addig Urblik már eltekerte a hosszúba. Grófnak esélye nem volt, 3-1. Ez a forduló legnagyobb meglepetése eddig. Vanjecsek fejeli tovább. Hentin. Szépen tovább, ott az újabb helyzet. Átemeli Grófot, 4-1. Urblik duplázik. Ez így, eddig azt mondtam, hogy ez meglepetés, ami itt történik, hát ez most már pláne. Mert hogy ez már kiütés. Eddig a védekezésből vette ki a részét. Most már inkább támad is, és milyen jól teszi. Ez egy gyönyörű csel volt, és az, hogy becsúszva így át tudta löbbölni a labdát Gróf felett, ezt is értem, hogy ezt hogy csinálta. Mert hogy ez technikailag egy igen nehezen kivitelezhető lövés, az egészen biztos. Hogy ezt pontosan így akarta, ezt nem tudom, de ez így végül egészen káprázatos gól lett belőle. 4-1.